Somosról érkeztem, eddigi pályafutásom során Újpesten nevelkedtem, 16 éves korom óta ott fociztam 3 évet, onnan MB2-be Öcsésre kerültem, onnan a BKV-ba MB2-be, és onnan Pápára kerültem MB1-be, ahol 2 évet voltam, ott egyszer mutatkoztam be MB1-be, és onnan kerültem Somosra, és ott egy évet játszottam, és most kerültem a Cegléd-re. Kapus vagyok, és hát én a közeli, tehát az ígyszer helyzeteket tartom magamnak erőségeknek, tehát abba tartom magamat erősnek, a beadásoknál jól jövök ki a labdákra. Albert Ádám keresett meg, és ő ajánlott engem ide, akik már nyár elején leigazoltak, és hát szerettem volna MB2-be jönni. Szeretnék, hogyha a Cegléddel stabil középcsapat, vagy egy kicsit talán előrébb is végezni. Én úgy érzem, hogy a csapat kerete és az edzői stáb is megfelelő erre a célra. Egyszer-kétszer voltam a városban, ugye hát én még nem lakom ki, csak bejárok, de nagyon szimpatikus a város, a nézők is nagyon szimpatikusak voltak a hazai edzőmérkőzésen.